No, akkor utolsó témánkhoz érkeztünk, ami szerintem talán a nyilvánosságban a legnagyobb vitákat váltott ki ezen a héten. Ugye van nekünk egy olimpikonúszónk, Milák Kristófról van szó, és na, akkor mielőtt elmondanám, mert fölírtam magamnak, hogy mi minden érmet hozott, csak hogy tudjuk, hogy kiről is beszélünk, és hogy tartozik-e vagy sem. Mégsem ő az ugye, aki a legeredményesebb ebben a sportágban, és a kérdésünk az ez, itt szerintem nagyon gyorsan rá fogja mindenki vágni a választ, úgyhogy lehet készülni. Melyik magyar úszó szerezte a legtöbb olimpiai aranyat, mert legalább azt mondja, végig! Diszkvalifikálni. Jó, de sportban otthon vagyok. Jó, jó, mondjuk ezt még én is tudtam, ha nincs idejében. A Tamás sportriporter volt, úgyhogy bizonyos helyzeti előnye. Jó, akkor egy pont, de lehet szépíteni. Ki volt az, aki a legeredményesebb magyar sportoló, mert nem ő? Az eredményesség definíciója. Már hogy a legtöbbszörös olimpiai. Ja, Gerevics Csaladár. Így már nem tudjuk, a vívás azért. Na jó, szóval Milák Kristóf ugye olimpiai bajnok, háromszoros világ és hatszoros Európa és háromszoros ifjúsági olimpiai bajnok, ugye 200 méteres pillangúszásban még mindig világcsúcs tartó. És vele kapcsolatban ugye azt lehetett tudni, hogy kihagyta a világbajnokságot, mondván, hogy a lényeg az, hogy a párizsi olimpiára készüljön, ezt elvileg amikor szeptemberben kellett volna érdemben elkezdeni ezt a felkészülést, és még mindig nem lehet ott találni őt a medencében. És ugye erre reagált úgy a héten a Magyar Úszószövetség elnöke, ezt idézem tőle, mert ugye ez az alapja ennek a vitának. A magyar rajongók éhezik a sikert, amit Tokióban láthattunk. Milán Kristóf tartozik Magyarországnak annyival, és tisztelje meg önmagát azzal, hogy elvégzi a munkát, mondta Vladár Sándor. Mindenki megszólalt, például ugye Hosszú Katinka is, és azt mondta, hogy szerinte ez egy kifejezetten primitív hozzáállás, mert ő senkinek semmivel nem tartozik. Ez nagyon szerencsétlen mondat. Tehát az egész gondolkodása, mintha egy ilyen hűbéri rendszer lenne, hogy én az államnak tartozom, miközben a saját teljesítményemet maximum egy szívességet teszek, hogy a magyar színekben érem ezt el, de hogy Milák egy őstehetséges zseni, aki minden idők legnagyobb úszójának a rekordját, ugye Michael Phelps döntötte meg, hogy 1:50:34-es 200 pillangó úszott, és hogy szerintem hagyni kéne, hát majd ő eldönti, hogyha ő fel tud készülni ennyi idő alatt az olimpiára, akkor ha most elkezdi, akkor meg tudja nyerni a párizsi olimpiát. Hogyha izélgetik, akkor nem lesz kedve beugrani a medencébe, és nem fogja megnyerni az olimpiát magának, vagy nekünk. Nyilván van egy politikai nyomás is az úszószövetség elnökén, hogy kéne az az arany, de elég szerencsétlenül fogalmazott. Az a Hosszú Katinka mondata is szerencsétlen. Én azt gondolom, neki megszólalnia legalább olyan, mondom, gusztustalan volt, mert ő mindent megkapott, és a teljesítménye az egészen kiemelkedő volt, de miért kell neki ebben a dologban állást foglalnia? Mindenki magának leszűri a véleményét, hogy értékeli, mondjuk egy úszónak, egy focistának, vagy egy vívónak a munkáját. Nem, azért Hosszú Katinka is egy nagy bajnok. Tehát én szerintem ő, ahogy mondjuk Cselászló is hozzászólhatna, vagy... De nem szólnak, mert azt mondják, nem az ő dolguk, hogy ezt kommentálják. Meg azért szerintem itt mindannyian komoly információs hiányon küzdünk, tehát van egy felszínes tudásunk arról, hogy éppen mi történik, de azt nem tudjuk, hogy mi történik az úszónak a lelkében, mi történik az úszónak a személyes környezetében, a családi környezetében. Tehát csomó olyan dolog van, ami befolyásolja ezeket a folyamatokat, amire nekünk nincsen rálátásunk, és bizony a bármennyire is őstehetséges, és azt gondolom, hogy teljesen zseniális úszó, meg karakter is egyébként, nem tudhatjuk, hogy mi zajlik, és mik azok a lelki folyamatok, amelyek befolyásolják, mert azt viszont mindannyian kimondhatjuk, hogy lelki egyensúlyba kell lennie ahhoz, hogy valaki ilyen csúcs teljesítményeket tudjon elérni, és hogyha ez nincsen meg, akkor nincsen meg, azt nem lehet kikényszeríteni. Az nem jön attól, hogy valaki ilyen erős mondatokat mond neki, és azzal próbál egy revolver tartani a fejét. Ez nem így működik. Látom mindjárt csak, hogy az információ hiányba egy pici morzsa azért bekerült a tegnapi nap során. Egyébként az is érdekes volt, hogy még Vladár Sándor úgy folytatott, hogy neki csak le kell úszni a napi 6-8 kilométert. 6-8 órát. És hogy ugye igen, hogy ez mivel jár. Na és tegnap Csisztus Zsuzsa készített egy interjút, ha jól emlékszem,
emlékszem a Mandinerre, Selmeci Attilával, ugye a korábbi edzőjével, Milák Kristóffal, aki azt mondta, hogy részleteket nem akar megosztani a nyilvánossággal, de annyit elmond, hogy egy nagyon súlyos családi tragédia érte Milák Kristóffot, ami az amúgy is... hát igen, nem tipikus módszerekkel edző, és nem annyira kiegyensúlyozott sportolót úgy fogalmazott, hogy még inkább becsukta most, és hogy mindenkitől mentális segítséget kér számára, és ne azt, hogy számon kérjék, hanem hogy valamiféle segítséget nyújtsanak. És ez pont az ellenkező, ez pont nem a segítség, ami zajlik, hanem ez pont az ösztűz alatt tartás és a nyomás alatt tartás, és ez biztos, hogy nem segítés. Nyilván, hogyha ezt mondta a volt edző, akkor gondolom neki meg volt a felhatalmazása, hogy legalább ennyi információt elmondjon. Hogy az úszóvezetésnek meg ez nincs meg. Hát pont erre akartam mondani, és biztos vagyok benne, hogy valószínűleg nem valami távoli nagynénikéről van szó, akit a Milák Kristóff 3 éves korában látott utoljára, tehát gondolom, hogy nem a tragédia, nem ez a szintje, és hogyha az úszószövetség részéről ez az információ megvan, mert láthatólag ugye megvan, meg valószínűleg több más úszóberkekben itt ezek az információk valószínűleg azért jobban pörögnek, mint azon kívül, akkor azért egy kis, hogy mondjam, körültekintést, empátiát, kis figyelmet azért én azért javasolnék ebben a kérdésben. Jó, de mint ahogy az összes dolog, amiről beszéltünk, semmi se fekete-fehér, ez sem, hiszen Milák Kristóff fizetést kap a Budapest Honvédtól, ösztöndíjat kap, ami kifejezetten az olimpiára való felkészülését segíti, és szponzorszerződései vannak. Én se tehetem meg, hogy fölveszem a fizetésem, és nem megyek be rendelni, mert kiégtem. Hát ez egy jogi kérdés. És van egy nagyon szép példa, ami egyébként a Milák Kristóff előtt is állt, ez Isztovévái, aki amikor negyedik lett az olimpián, akkor 2 hónap gondolkodás után bement az uszodába, aláírta a szerződését, hogy befejezi az aktív sportolását, leadta a szponzorált autóját, elment vízilabdázni, és 2 év múlva, amikor ugye összeszedte magát lelkileg, akkor újra edzésbe állt, és olimpiai bajnok lett. Tehát van egy ilyen lehetőség is, és ez a lehetőség a Milák Kristóff előtt is áll. Nagyon fiatal. Igen, még. Az az érdekes, hogy ez valóban, amit itt Halkan mondta, hogy ez egy jogi kérdés, tehát az, hogy valaki a szerződését betartja, nem tartja be, az a két fiatal tartozik. De miért a nyilvánosságban tárgyalunk most erről? Mert ugye azért tárgyalunk, mert az úszószövetség elnöke. Valamit elrontottak szerintem, mert hogy hónapok óta nem úszik Milák Kristóff, tehát nem, valószínűleg nem figyeltek oda rá annyira, hogy most már előjött a Selmeci Attila, hogy Cseh Lászlót kellene mentornak, de hogy ezt tényleg hagyjunk neki időt, hagyjuk, hogy megérjen benne az a gondolat, hogy ő be akarjon úszni a medencébe, és az edzőtársaival ezeket a tényleg naponta 6-8 órát ő lenyomja, hogy fizikálisan megszerezze azt az állóképességet, azért komoly versenytársai vannak. Például Kós Hubert Arizonában készül egyébként a világ legjobbjaival, tehát valószínűleg ez tenne a világnak is a legjobbat, de ő szerintem akkora zseni, hogy itthon is meg tudja csinálni azt, hogy a csúcsra érjen újra. Azt is csak így halkan félmondattal mondtad, de szerintem az is érdekes, még egy picit arra térjünk ki, hogy ez mennyiben szól Milák Kristóffról, és mennyiben szól a magyar sport diplomáciáról, és most miért mosolyogsz? Mert hogy ugye, ha ő nincs, akkor azért lényegesen kisebb az éremesség, kevesebb a pont. Az úszószövetség elnökének a kemény szavait szeretném, nem idézem, de szeretném idézni ennek a megválaszolására. Tehát ugye nyilvánvalóan emlékezzünk, hogy például volt itt egy olimpiai bizottsági vezető, egy bizonyos Borkai Zsolt, aki egy bizonyos riói olimpia után, ahol hát eléggé alul teljesítettek sajnos mondjon a magyar szereplők, hanem is egyből utána, mert a látszatát azért meghagyták, de azért utána elég hamar neki le kellett mondani, és utána más vitte. Függetlenül egyébként az akrobata teljesítményétől, amit a Adrei Akton követette. Tehát hogy attól függetlenül le kellett mondani erről a tisztségéről. Tehát igen, itt az is van, hogy bizony a egyes sportági vezetők azt gondolják, hogy nekik is van félnivalójuk ebben a történetben. De ugye itt ez egy szerződéses viszony, tehát hogyha már ez előkerült, akkor szerintem a sportág vezetőjének törekedni kell arra, hogy mondjuk biztosítsák a megfelelő nem csak fizikai lehetőséget, hanem a mentális felkészülésnek a lehetőségét is, és láthatólag itt ez valószínűleg elmaradt. Igen, a jogi kérdést szerintem azért nem érdemes boncolgatni, mert hogyha a Honvéd úgy dönt, hogy szerinte nem teljesíti a szerződést, akkor felmondja. Így van. Ez nem túl bonyolult, inkább a szakmai részére kellene koncentrálni,
illetve arra, hogy, hogy ne mondjunk ilyet, hogy tartozik egy sportoló, amikor nem. Valaki már Magyarország nyert olimpiát, világbajnokságot, Európa-bajnokságot, és tartja a világcsúcsot. Tehát én azt gondolom, hogy ez önmagáért beszél, és Ő nem tartozik, hanem tart. Inkább Magyarország köszönhet. Furcsa, ugye, hogy Vladár Sándor, aki maga igen. is egy igen kiváló nagy úszó volt, egy meghatározó úszó volt, beáll ebbe a megfelelési kényszer igen. sorba. És úgy, igen. hogy ő nyáron még azt mondta, hogy fogalmazott valami úgy, hogy át kell ölelni, és meg kell tartani, amikor ugye mondta, hogy a VB-re nem megy, és most eltelt pár hónap. Hát lehet, hogy megszorongatták. Meg ilyet a váltó miatt is, mert hogy akkor a váltóban nem lesznek igen. döntős esélyeink, hogyha a Milák nincs benne a csapatban, azért ő nem csak pillangóban, hanem gyorsban is, nagyon gyors. Szóval 2 másodperccel többet tud a saját számában, mint a többiek, nem magyarok, hanem a világ élvezője. Milák Kristóf találjon vissza önmagához, ha ez az úszás, akkor az úszás, ha nem, akkor nem, mert hogy így is örülünk azoknak a pillanatoknak, amit szerzett nekünk. Köszönöm szépen. Remélem, hogy ezt nevetekben is mondhatom. És köszönöm szépen önöknek is a figyelmet. Jövünk jövő héten is, maradjon addig is itt az ATV-n. Szép estét!